Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az évközi 6. vasárnap délelőtti szentmiséjén. Ez a vasárnap egyben a betegek világnapja is, éppen ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra kéri Magyarországon az atyákat, hogy az erre a napra, a betegek világnapjára írt körlevelet azt olvassák fel az evangélium után. Én ennek a kérésnek maradéktalanul igyekszem eleget tenni, az evangélium után felolvasom ezt a körlevelet. Kedves testvérek, ezt a szentmisét elhunyt hegyi Tímeáért, az ő lelke üdvösségéért ajánlom fel. Hogy most méltó módon vehessünk részt ebben a szentmisében, nézzünk önmagunkba és vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg minden bűnünket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk.
ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon. Tisztátalan, tisztátalan. Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül. Ez az Isten igéje. Istennek. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botrankoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követői, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az zajlik, hogy elment mindenfelé hirdetni, és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele betegek világnapjára. Kedves testvérek! Hívő és nem hívő emberek egész generációjának emlékezetébe égett bele Szent II. János Pál pápa utolsó húsvéti Urbi et Orbi áldása. A Szent Pápa azzal, hogy 2005 húsvét vasárnapján már nem tudta hallható szavakkal elmondani az áldást, hanem a keresztjelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a téren állókat, a televízió csatornáin keresztül sokaknak példát adott arra, hogyan kell keresztény módon megélni a szenvedést. Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat szolgálva élt. Akkor sokan feltették, és talán ma is feltennék a kérdést, hogy milyen élet az ilyen, sőt, élete egyáltalán. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy jelen világunkban megváltozott az élet tisztelete. Sokak szemében nem a földi élet maga, hanem csak a fizikai minősége számít. Az ember legyen, és ha lehet, maradjon is mindig egészséges, fiatal, sikeres, ha pedig az élet nem ilyen, akkor úgy gondolják, hogy már nem is értékes, és le lehet mondani róla. Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Szent Pál apostolnak ez a mondata a Filippieknek írt levelében nem más, mint keresztény hitünk foglalata az emberi életről és annak befejezéséről. Mint emberek, természetes módon félünk az ismeretlentől, félünk a szenvedéstől. Ám ahogy a Szent Pápa életpéldája is mutatja, a keresztény ember nem keresi sem a szenvedést, sem a halált, viszont elfogadja azzal a tudattal, hogy a földi élet Isten kezében van, és a földi vándorút nem más, mint felkészülés a Teremtővel való találkozásra. Ha valaki nem ezzel a tudattal éli az életét, akkor számára a küzdelmek és a szenvedések hiába valónak és értelmetlennek tűnnek. Élete vége felé, vagy súlyos betegen pedig talán csábító lehet a könnyű és gyors búcsút kínáló megoldás. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a közvélemény csak ezt az utat tekinti egyedül járhatónak. Pártolja az aktív eutanáziát és minden mást értelmetlennek, méltatlannak lát. Azt talán mindenki számára belátható, hogy az nem segítségnyújtás, ha valakitől elvesszük az életet. A betegségben és a haldoklásban a hiteles segítségnyújtás, a tünetek enyhítését biztosító ellátás és az emberi közelség. Embertársunkat úgy segíthetjük leginkább a jó halál kegyelméhez, ha kísérőül szegődünk mellé betegségében, földi élete utolsó szakaszában. Fogjuk a kezét, felkészítjük a végső útra, mellette vagyunk, enyhítjük fájdalmait, gondoskodunk róla. Jézus tanításából ismerjük a felszólítást: hordozzátok egymás terhét. Ez meghívást jelent a szolidaritásra, különösen is az élet utolsó szakaszában. Az, hogy a beteg mellé állunk, segítünk terhei hordozásában, nem csak szentírási, hanem ősi emberi küldetés is.
Sokan, akik súlyosan beteg embert kísértek, tanúságot tesznek arról, hogy ezt nagy teherként élték meg, sokszor fogyott el az erejük, de utólag értékes időszaknak látják, amit nem szeretnének kitörölni az életükből, mert sokkal közelebb kerültek a szerettükhöz. Keresztény hitünk azt tanítja, hogy miként születésünkről, úgy halálunkról sem dönthetünk mi magunk autonóm módon. Tehát elutasítjuk az eutanázia minden formáját. Mert a valódi segítés nem a halálba küldés, vagy az élet bármely más módon történő megrövidítése, hanem a látszólag nehezebb út. Ott állni a kiszolgáltatott ember mellett, enyhítve szenvedéseit és segítve felkészülni őt a végső útra. Ferenc pápa éppen erre buzdított minket tavaly áprilisi magyarországi látogatása során. Együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az együttérzés latinul compassio, de ez a szó nem csak együttérzést, hanem együtt szenvedést is jelent. Ma, amikor a bonyolult élethelyzetre sokan gyors és egyszerű, éppen ezért könnyen félrevezethető és megtévesztő megoldásokat javasolnak, csatlakozva a Szentatya buzdításához, hallgassuk meg a szenvedések során átjutott Bíró László püspökatya szavait és tanúságtételét, és gondolkozzunk el arról, hogy ő miként tudja keresztény módon hordozni betegséget, terhét. A mai ember menekül a szenvedéstől, abban csak rosszat lát, pedig az ember keresztény szemmel a szenvedésben ajándékot is láthat. A Jóisten megadta, hogy 920 napot tölthettem egészségügyi intézményekben. Azt tudtam, hogy rengetegen imádkoznak értem. A műtétek sorozata alatt sokat segítettek a látogatók. Valakitől könyvet kaptam, egy bölcsesség maradt meg belőle. Isten nem kíván más tőlünk, mint hogy a szívére hajtsuk a fejünket. Más valaki placidatyát ítézte. Szibéria addig volt számomra fogság, míg rá nem jöttem, hogy küldetés. Aztán egy sok esztendővel korábban olvasott középkori gondolat világított belém, amely szerint a szenvedés nagy útrakelés. Az ember olyan tájakat lát meg, amelyeket korábban sosem vett észre. Valóban, az ember a kiszolgáltatottságában sok mindent észrevesz. Volt idő, amikor nemigen remélhettem, hogy valamikor emberek elé állhatok. Akkor az a veszély fenyegetett, hogy esetleg mind a két lábamat levágják. Először azokért aggódtam, akik imádkoztak értem. Hitben, hogy tudják feldolgozni a csalódást, hogy a sok ima ellenére mégis levágják a lábamat. Igazából több aggodalom nem volt bennem. Annyit tudtam, Isten kezében vagyok, és ő nem ellenségem. A pandémia alatt napról napra egyedül miséztem. Az ablakom alatt egy gyönyörű platánfa állt. Ott fehérlett előttem törzsével, ott lengette ágait. Egyedül voltam a szentmiséken, de jelen volt az egyetemes egyház, és ebben a platánfában jelen volt a teremtett világ. Teilhard de Chardinnek egy könyve, és annak címe jutott eszembe: Mise a világ felett. Aztán jött a lábadozások korszaka, az első szabad mozgásom kerekesszékkel, majd járókerettel, utána mankóval. De még mindig nem remélhettem, hogy önálló létet kezdhetek. Lassan elfogadtam a szociális otthon körülményeit, végül egy konkrét segítség jött, ami elvezetett az önálló léthez. Sok-sok emberi törődést, hozzáértést tapasztaltam meg, orvosok, nővérek és sokan mások részéről. Voltak, akik az orvosokért imádkoztak, voltak, akik a nővérekért. Persze néha megtapasztalhattam az emberi kiszolgáltatottságot, a figyelmetlenségeket, a durvaságokat is, de ezek eltörpültek ahhoz a reményhez képest, hogy talpra állhatok, hogy aktív módon pap lehetek. Bár el kell mondanom, hogy a szenvedések idején is tudtam, hogy pap vagyok, élhetek másokért, egyházamért. Visszaemlékezve a hosszú betegségre, a mostani korlátolt voltomra is, mennyi szépségtől fosztottam volna meg önmagamat, ha nem kapok erőt mindezek vállalásához.
Kívánom, hogyha valakire rászakad a szenvedés, Istenbe kapaszkodva merje vállalni azt, és engedje, hogy embertestvéreinkért imádság fakadjon belőle, és fogadja el a segítő kezeket. Fakadjon belőlünk is imádság a betegekért és a szenvedőkért ezen a napon. Kérjük Istent, hogy adjon szívünkben részvétet és szeretetet mindazok iránt, akik rászorulnak testi-lelki támogatásunkra. Kelt Budapesten 2024. február 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Most pedig álljunk fel mindannyian és valljuk meg szent hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus önként alávetette magát a törvénynek, hogy teljesítse Atyának akaratát. Kérjük, hogy a parancsolatokban mi is a mennyei Atyánk akaratát lássuk. Engedd, Urunk, hogy Krisztus földi helytartója a Ferenc pápa tanításában felismerjük fiat szavát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek vezető jó példájukkal tanítsák népüket a törvény tiszteletére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy az emberek parancsait teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd szívünket fogékonnyá az önzetlen szeretetre, hogy azt keressük, ami hasznos másoknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig erősítsd és vigasztald a szentségek által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, kérünk, világosítsd meg értelmünket, hogy parancsaidban felismerjük üdvözítő szeretetedet Krisztus a mi Urunk által. Mert meg minket,
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordított Krisztus a mi Úrunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutassanak be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints kérünk egy házad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházarat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, hegyi Tíme a szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk most nagy bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztetek. Úrunk Jézus, te szükség, és vérén tudjásség, és a lányát, a szentelődésre. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond. Thank you.
Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Urunk Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igazi életet táplálja bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvéreket, a következőkről tájékoztatom. Plébániánkon május 5-én délelőtt 10 órai szentmisén lesz a bérmálkozás. Erre a bérmálkozásra felkészítő is indul, ennek kezdete február 20-a. A kész helyi csoportja a kommunizmus áldozatai emléknapján 2024. február 25-én délután 5 órától a Szent István templom kertjében megemlékezést tart. Sok szeretettel várják erre az alkalomra a kedves testvéreket, tehát február 25-én délután 5 órakor itt a Szent István templom kertjében lesz megemlékezés. A múlt héten hirdetett passióra, illetve annak a szerepekre még folyik a gyülekezés, úgyhogy kérem a kedves testvéreket, hogy akik szeretnének ebben a passióban szerepelni, egészen bátran jelentkezzenek a kedves Patriknál, illetve akár az irodában is, és mi továbbítjuk felé a jelentkezőket. Biztos egy nagy lelki élményben vesz részt az, aki egyúttal részt vesz ebben a passióban is. A továbbiakban nagyon szép napot kívánok a kedves testvéreknek, most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!